Ajándék Auril bátyónak. 2020. december 3-a. Arany János epilógus. Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizon, legfőlebb, ha omnibuszon. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengely, cifrabakot, s egy a lelkem soha meg se irigyelte. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az út szélén baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Hiszen az út félen itt-ott egy kis virág nekem nyitott, azt leszedve megvolt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam, nem azt adott, amit vártam, néha többet, kérve-kelve kevesebbet. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva, betelt volna keblem vágya. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilátott. Bárha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályám bére égető, mint Nessus vére. Mély temérdek munka várt még, mély kevés, amit beválték, férbe, szerbe, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta, attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre. Csöndes fészked zöld lomb árnyán, hová múzsám elelvárnám, mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban véget, ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is már, késő egy nyugalom vár a végső, mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is, szeget szárnyon.